ne titkolhassák el a képviselők esetleges más állampolgárságukat. Az országgyűlés kedden dönt a Mi Hazánk-e javaslatáról, mert bár az országgyűlési képviselők hozzátartozói vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének megszüntetése van sajnos napirenden, a Mi Hazánk mozgalom inkább bővíteni szeretné azt a kört, amelyben nyilatkozniuk kell a képviselőknek, esetleges személyi adataikról is. Márki-Zay Péterről csak a miniszterelnök jelölté választása után derült ki, hogy egy más állam, Kanada állampolgárságával is rendelkezik, pedig a választók szeretnének tisztán látni. Márki-Zay Péter csak Kanada alkotmányára esküdött föl, hiszen a magyar állampolgárságba beleszületett. Hasonló, sőt még nagyobb botrány volt, amikor az MSZP korábbi elnök helyettesénél nem csak több száz millió forint tisztázatlan eredetű pénzt találtak, de a széfjéből előkerült egy afrikai banánköztársaság útlevele is. Simon Gáborról beszélünk, és sok mindenkit ért még ehhez hasonló vád. Például nem csak Szabó Tímeát illették a CIA ügynökség vádjával rendszeresen, hanem az utóbbi időben a Jobbik utolsó 56-os elítéltje Murányi Levente is CIA ügynöknek nevezte Gyöngyösi Mártont. A Mi Hazánk mozgalom szerint tisztán kellene látni ezekben a kérdésekben, hogy ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, illetve ki épített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba. Éppen ezért is szeretnénk tisztán látni, illetve Izraelben is az a példa, hogy nemcsak, hogy nyilvános a képviselők, országgyűlési képviselők kettős állampolgársága, de le is kell mondjon, vagy az egyéb állampolgárságáról, vagy a mandátumáról az, akiről ez kiderül. Ilyen értelemben a Mi Hazánk mozgalom javaslata már-már vállalhatatlanul mérsékelt számomra is, de bízunk benne, hogy egyfajta kompromisszumos javaslatként jövő kedden meghallgatásra találhat a többi pártnál is. Dr. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke 10 évvel ezelőtti állásfoglalásában is egyértelművé tette már, hogy a képviselők esetleges kettős állampolgárságára vonatkozó adat közérdekből nyilvános, személyes adatnak minősül. Jelenleg az országgyűlés napirendjén kedden szavazásra kerülő pontok között csak a képmutató korrupciót fedező vagyonnyilatkozati rendszert egy még kevésbé átlátható uniós mintára való cserélése van tehát napirenden, de szeretnénk, hogyha épp hogy nem a rossz irányba mozdulnánk el, hanem szélesíteni tudnánk azoknak az információknak a körét, amiről nyilatkozni kell a képviselőknek. A kormánypártok javaslatai szerint a képviselőknél ezután megszűnne a nyilatkozattételi kötelezettség az ingatlanok kapcsán, a nagyértékű ingóságokról sem kellene nyilatkozniuk az országgyűlési képviselőknek, miként a megtakarításokról sem. A legfájóbb talán mégis az, hogy a képviselői hozzátartozók, az egy vagyonközösségben, egy háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonnyilatkozatát, amit eddig sajnos titkosítottak, a jövőben azonban nyilatkozniuk sem kellene ezekről. Ennek a Mi Hazánk mozgalom véget vetne, hiszen nagyon sokszor láttuk eddig is visszaéléseket azzal kapcsolatban, hogy akár kiskorú gyermek nevére iratnak ingatlanokat és tüntetnek el vagyonokat. Éppen ezért ezeket a vagyonnyilatkozatokat nem megszüntetni kellene, hanem inkább nyilvánosságra hozni az országgyűlés széfjeiből, ahol jelenleg őrzik az elmúlt évek és a jelenleg hatályosan leadott és őrzött képviselői hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat is. Ezeknek az információknak a körét tehát nem szűkíteni kellene, hanem bővíteni, elsődlegesen a képviselők esetleges kettős vagy többes állampolgárságára vonatkozóan.